Következő kísérletünk az optika témakörébe tartozik. Két lencsének, egy domború és egy homorú lencsének fogjuk vizsgálni a képalkotását. Ehhez a következő összeállítást kell létrehoznunk. Van egy fényforrásunk, ebbe beleraktam már egy négy résszel ellátott szűrőt. Négy párhuzamos fénysugarat fogok ennek segítségével kapni. Itt van egy ernyő, és itt van a két lencsém. Az egyik domború lencse, a másik homorú lencse. A gyártó segítségképpen ráírt az egyikre egy plusz tízest, a másikra egy mínusz tízest. Ebből már lehet tudni, hogy melyik a domború és melyik a homorú lencse. Ugye ez egy dioptria értéket jelent. De ha valaki nem tudja, akkor ha megtapogatja, akkor érezhető, hogy ez egy domború lencse, és ha ezt megnézzük, érezhető, hogy ez egy homorú lencse, amire a mínusz 10 van írva. És akkor először megnézzük, bekapcsoljuk a fényforrást, és megnézzük a domború lencsének a képalkotását. Már az ernyőn láthatóak a párhuzamos fénysugarak, és akkor az ernyő és a fényforrás közé berakjuk a domború lencsénket. És egy pici állítgatás segítségével, de most gyönyörűen látszik, hogy a domború lencsénkre érkező párhuzamos fénysugarak a lencsén való megtörés után úgy folytatják az útjukat, hogy egy pontban találkoznak, egy pontban fókuszálódnak, ezt a pontot nevezzük fókuszpontnak. És akár még a fókuszpont távolsága, vagyis a fókusz távolság is lemérhető lenne. De nekünk csak most szemléltetés a célunk, tehát szépen látszik, hogy a párhuzamos fénysugarakat a domború lencse egy pontba gyűjti, ezért szokták ezt a lencsét gyűjtő lencsének is nevezni. Most kicseréljük a lencsénket egy homorú lencsére. És megnézzük, hogy a párhuzamos fénysugarak. Itt már lehet látni, egy picit változtatunk, és gyönyörűen lehet látni, hogy a homorú lencsénél a párhuzamos fénysugarak a lencsén való áthaladás után nem egy pontba fókuszálódnak, hanem a párhuzamos fénysugarak a lencsén való áthaladás után széttartóvá válnak. Úgymond a lencse szórja a fénysugarakat, ezért is nevezik a homorú lencsét más néven szóró lencsének. Persze ezek a fénysugarak úgy szóródnak, hogy mintha egy pontból indultak volna ki, egy virtuális pontból, ezt nevezzük a homorú lencse virtuális fókuszpontjának. Tehát a két lencse eltérően viselkedik a párhuzamos fénysugarakkal, az egyik összegyűjti őket egy pontba, a másik pedig szétszóra, széttartóvá teszi a párhuzamos fénysugarakat. És ezzel akkor mindkét lencsének egy-egy nevezetes sugármenetét már meg is néztük.